hangokat hallgatva a legritkább esetben jut eszünkbe a fizikai hangtan. Egyáltalán a fizikai törvények és a zene között nehezen képzelünk el párhuzamot. Arról, hogy mégis van kapcsolat a kellemesnek ítélt zene és a fizika között, Horváth Lajos tanár úr győzte meg hallgatóságát Sátoraljaújhelyben, a Városi Könyvtárban, amikor a sátoraljaújhelyi diákok baráti körének meghívására tartott előadást a fizikai hangtan, avagy miért szeretjük a zenét címmel. Az ízlések különbözőek. Hát ennek is van magyarázata, de azért bizonyos alapelvek már az ókorba kialakultak. Már 2300 évvel ezelőtt Pitagórász foglalkozott ezzel, hogy miért így rakjuk sorba a zenei hangokat, miért így építjük fel a zenét. Aztán még sokan voltak, akik ezzel foglalkoztak. A ma is érvényes szabályokat Beethoven rakta le. Az előadás hallgatósága között számos zenész, pedagógus, zeneszerető foglalt helyet. Számukra még többet jelentett ez az előadás, hiszen a zene tanításában is fontos szerepe van annak, hogyan értjük meg a hangokat és a kottát. A szolmizációt is lehet úgy tanítani, kezdetben úgy tanították, hogy számokkal fejezték ki a hangokat, és akkor számok alapján lehet énekelni. Hogyha mondjuk a do hangsorba a dót vesszük egyesnek, akkor utána a többit ugye ahhoz viszonyítva, vagy ha moll hangsor, akkor a lát vesszük egyesnek. Összhangzattan rezgés számok, hullámok. A fizika törvényeit ismerő zeneszerzők természetesen nem ezeknek a fogalmaknak a mentén írták meg híres és a közönség által máig szeretett műveiket. Ám az érzések, hangulatok kifejezésében néhány zeneszerző tudatosan alkalmazta a disszonanciát a kellemetlen érzések és a várakoztatás kifejezésére.